napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Hát akik látják a mostani beszélgetést, azok egyből észreveszik, hogy egy rendhagyó helyszínen vagyunk, nem stúdióban ülünk, hanem Mezőhegyesi Ménes birtokon. Hát azt nem mondom, hogy alkalmi stúdió, mert itt vagyunk egy fedett terasz alatt. Lázár János lesz a beszélgető partnerem a mai alkalommal, akiről hát azt nyilván tudják, hogy építési és közlekedési miniszter, a kedves nézők és hallgatók. Azt már talán kevesebben, hogy egy hosszú nevű alapítvány, megpróbálom pontosan idézni, Jövő Nemzedéke Földje Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Igen, jól sikerült. Pedig nem is gyakorolta. Azért kértem ezt a beszélgetést, ugye korábban beszéltünk arról, hogy ez 5 évvel ezelőtt, amikor indult ez a program, ez a mezőhegyesi program, hogy beszéljünk arról, hogy 5 év után hova sikerült eljutni. Víz és öntözés, ugye szoktam mondani, amikor vizes témák szerepelnek a podcastban, hogy a víz a 20. század az olaj évszázada volt, a 21. század a víz évszázada lesz, és az élelmiszer ugyanígy, plusz 2 milliárd ember lesz még a Földön, pedig már most sem vagyunk kevesen, akiknek az ellátásáról, részben a megfelelő minőségű víz biztosításáról, részben pedig a megfelelő minőségű élelmiszer biztosításáról gondoskodni kell. Ezt a témát szeretném körbejárni, hiszen itt egy olyan birtokon vagyunk, aminek a históriája egészen második Józsefig, 1784-ig megy vissza, és akkor először beszéljünk a történetről röviden. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a beszélgetésre, és a megtisztelő figyelmet a mezőhegyesen végbe ment munka iránt. Valóban különleges a hely abból a szempontból, hogyha valaki számba veszi, hogy a magyar államnak milyen van, ami a sajátja volt, és nem mástól vette el, akkor egészen kevés vagyontárgyat talál. Ezek közé tartozik a mezőhegyesi Ménes birtok, amit 1784-ben II. József alapított egy Csekonics nevezetű katonai tanácsadó javaslata alapján, itt Arattól néhány kilométerre. Mezőhegyes az első világháború végéig aradjáráshoz tartozott. A cél pedig egy katonai bázis létrehozása volt, ami az akkori legmodernebb katonai eszköz, a ló előállításának volt a eszköze és célja, és katonai bázisként működött egészen lényegében 1945-ig, és a lótenyésztés a hadsereg számára előállított ló volt a legfontosabb. A napóleoni időkben itt több ezer lóval járult hozzá az osztrák hadsereg sikeréhez, Napóleon megveréséhez például ez a Ménes birtok, és a katonai bázis létrejötte abszolút a Kalapos királynak köszönhető, több mint 80 épületet építettek fel egy évtized alatt, Csekonicssal közösen, és ezt követően a monarchia idején a Magyar Földmérséklet Minisztérium tárta föl azt a kincset, amit a termőföld jelent itt. Az ország legjobb minőségű termőföldje van egy darabban 10.000 hektár, ebből 8.800 hektár szántó és 1200-1400 hektár erdő, 45 aranykorona az átlagos földminőség, ami a kevésbé tájékozott hallgatók kedvéért érdemes megjegyezni, az 21 nyány aranykorona a magyar átlagos termőföldminősége. Ez 45, tehát kétszer olyan jó minőségű a föld, mint máshol, és folyamatosan azon dolgoztak az előttünk járók, hogy olyan mezőgazdasági tevékenység folyjon, ami az ország legjobb mezőgazdasági vállalatainak sorába emeli ezt a céget, vagy állami birtokot, mint a gazdaság legyen, és ezzel hozzájáruljon a elsősorban katonai célú, majd később sport célú lótenyésztéshez. Ugye de a lótenyésztés, mert azzal indult ennek a birtoknak a története, aztán ez kiteljesedett. Így van. Tehát ez egy sokkal teljesebb, sokkal sökrétűbb mezőgazdasági tevékenységé vált a következő évtizedekben. Igen. A 19. század második felében robbanásszerű fejlődés ment végbe Magyarországon, amiben az osztrák-magyar monarchiában a magyar oldal az élelmiszeripar zászlós hajója címre tört, és az volt az akkori gazdasági és politikai elit célkitűzése, hogy Magyarország élelmiszeripari nagyhatalom legyen. Ehhez kellett a Tisza és a Maros szabályozása, minél több jó minőségű termőterület, illetve a legelők föltörése. Ennek jegyében itt Mezőhegyesen is a korábbi 10-15 ezer hektárnyi legelőt föltörték, és megtaláltak alatta körülbelül 1,5-2 méter mélységű, iszonyatosan jó minőségű humuszt. Ez a Bácska-Bánáti rész, ami húzódik egészen Temesvárig, és akkor megkezdődött egy nagyon intenzív mezőgazdasági tevékenység cukorgyárral, szeszgyárral, élelmiszer alapanyagok előállításával és földolgozásával is. És volt a magyar államnak egy nagyon produktív, nagyon eredményes, nagyon profitábilis, nagyon nyereséges vállalata.
és egész Magyarországra az volt a jellemző, hogy nem csak önmagát látta el, hanem képes volt a monarchiát ellátni, és képes volt ellátni Európának egy jelentős részét. Kevesen tudják, hogy az első világháború alatt Ausztriában éhínség volt, Magyarország azonban el tudta látni a lakosságot egészen 1918 nyaráig élelmiszerrel, mert olyan erős élelmiszerhatalom volt Magyarország, elsősorban a jó minőségű termőföldnek, az 1880-as években bekövetkezett vízgazdálkodási változásnak. Arról folyik egy nagy vita, hogy ez a vízgazdálkodási változás erőszakos módon az árterületeknek a felszámolása, az milyen természeti következményekkel jár, de hogy Magyarország élelmiszeriparban nagy hatalom és viszonylag fejlett ország tudott lenni az 1910-es évekre, az ennek a folyamatnak a gyümölcse, és mezőzésén is ez történt. Ugye ebbe a fejlődésbe, ami mondhatni azt is, hogy majdnem töretlen fejlődés volt, több mint egy évszázadon keresztül, az első világháború is beleszólt már. Igen. De szerencsére végül is, amikor a trianoni határt meghúzták, a birtok az itt maradt a magyar oldalon. Itt maradt, sőt, a trianoni békeszerződés részleteinek kitárgyalásakor a tárgyaló delegáció külön kitárgyalta azt, hogy az állami ménesbirtok nem kerülhet át Romániához. A román királyság nagyon szerette volna, és nagyon kevés eszköz, állami eszköz maradt közkézen. Ezt akartam mondani, hogy a föld itt maradt, igen. De amit lehetett, ami mozítható volt, azt elvittek a románok. A román megszállási terület volt Makó, Mezőhegyes, Hódmezővásárhely térsége, és mindent elvitt a román hadsereg, ami mobilizálható volt, teljes kifosztása. A Nónius ménes nagy részét elvitték, a Gidrán ménes nagy részét, a Furiózó ménes nagy részét, az összes mozdítható mezőgazdasági eszközt. Ez azt jelenti, hogy ami akkor gép volt, embereket is vittek el túszként, és a takarmánytárolókban lévő terményeket, készleteket, felszereléseket, szerszámokat, teljes kifosztás történt. Az volt a szerencse, hogy a két világháború közötti mezőgazdasági kormányzat és politikai kormányzat számára minden megmaradt terület értékes volt, és Mezőegyes, mint állami koronabirtok fölértékelődött. A mindenkori kormány külön feladatul kapta az állam vezetésétől, hogy ezzel külön foglalkozzon, és még erősebb mintagazdasági szemlélet érvényesült. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a két világháború között, függetlenül attól, hogy lényegében lenullázták ezt a gazdaságot, sikerült talpra állni. Sikerült talpra állni, hogy az Alföld egy új szerepet kapott a két világháború között, hiszen minden értékes területét elveszítette Magyarország, és a Bethlen kormány tudatosan dolgozott azon, hogy ezeket az alföldi városokat, településeket, Békés Csabát, Szegedet, Hódmezővásárhelyt, Debrecent, Kecskemétet fölhúzza. Ezért települtek például egyetemek, ezért jöttek létre főiskolák és mezőgazdasági üzemek, és végbe ment egy nagyon intenzív élelmiszeriparépítés. Itt már tejföldolgozó volt, itt már vetőmagüzemet létesítettek a két világháború között, nagyobb hozzáadott értékkel próbáltak saját ellátási és exportra is mezőgazdasági élelmiszergyártást végrehajtani, és az Alföldön megkezdődött ugye az öntözőrendszernek a kiépítése. A legfontosabb öntözés fejlesztési elképzelések Kálai Miklós idején születtek meg. Ugye létrejött a Magyar Öntözési Hivatal, aminek Kálai Miklós volt az első elnöke, aki később miniszterelnök lett, és ma is a magyar vízügy sokszor azokat a terveket húzza ki a fiókból, ami akkor a vízügyi fölmérések kapcsán készült el. Ennek a programnak a részeként. Majd az öntözésre visszatérünk. Szerintem a hallgatókat érdekli a történetnek a vége. Most még nem vagyunk a végén, hiszen a II. Világháború sem múlt el nyomtalanul, és az azt követő kollektivizálás végképp nem. Így van, állami gazdaság lett a mezőegyesi ménesbirtok, leváltották a teljes katonai vezetést, a birtoknak volt egy katonai vezetése és volt egy civil vezetése, a civil vezetés mind kivétel nélkül egyetemet végzett mérnökökből szerveződött, a katonák ludovikás tisztek voltak, őket mindet leváltották, elzavarták, elég gyönge kezekbe adták a birtokot, a politikai megbízhatóság vagy az AVH-ban betöltött rang az sokat számított, hogy valaki a birtok vezetője lehessen, és ez ment a 90-es évekig. 90-es években sokkal kevesebb erő és fókusz jutott a mezőgazdaságra. Ugye 1990 után a mezőgazdaság egy vesztese lett a új politikai kurzusnak és struktúrának. 2004-ben volt egy privatizáció, menedzsment privatizáció, ami nem volt sikeres, és 2016-ban volt egy visszavásárlás, amikor a magyar állam úgy döntött, hogy ezt a földet nem árverezi el, ezt a birtokot nem veri dobra, hanem megtartja, és megpróbálja bebizonyítani azt, hogy az állami tulajdon lehet olyan tulajdon, amit lehet profitábilisan működtetni a közjavára, úgy, hogy mintaképpen szolgálja másoknak. És így érkezünk el akkor a mába, hogy volt egy esély 5 évvel ezelőtt, azt gondoltátok, viszonylag kevesen hittek ebben egyébként, igen, hogy ez sikeres lesz, hogy ezt úgy, ahogy ez II. József idején 10 év alatt megvalósult, aztán a két világháború között szintén néhány évtized, igen, alatt kiteljesedett, azt még egyszer meg lehet csinálni, tehát harmadszor is talpra lehet állni, harmadszor is meg lehet valósítani, és ki lehet használni ennek a birtoknak az összes előnyét. Na, itt jutunk el egyébként a mába. Igen.
Az intellektuális dilemma az mindig az, hogy az állami vagyonnak milyen mértékére van szükség. Ugye 2010 óta Magyarország kb. 4500 milliárdnyi vagyont szerzett vissza, ami korábban privatizálva volt, vagy kikerült közkézből. Itt is privatizáltak egyébként? Igen, 2004-ben. Jelentős veszteségek voltak. Mindig az a kérdés, hogyha az állam visszavesz valamit, utána mi legyen a következő lépés? Hogyan lehet ezt jól működtetni? Legyen szó akár az energiaszektorról, vagy az állami pénzügyi érdekeltségekről, vagy adott esetben egy állami kézben lévő mezőgazdasági vállalatról. Ennek csak akkor van értelme, ha van társadalmi funkciója. A legfontosabb társadalmi funkció az lehet, hogy mintaképpen szolgáljon az itt folyó gazdálkodás színvonala, technológiai fejlettsége, eredményessége minden magyar gazda számára, legyen akár kicsi vagy nagy. A második, hogy nyilván az ország egyik legszegényebb részén vagyunk, tehát a társadalmi fölzárkóztatás, integráció, mobilitás biztosítás a fiatalok számára nagyon fontos. Van a Birtoknak egy saját 300 fős szakközépiskolája, ahol lehetőséget biztosít szakmák tanulására és érettségi megszerzésére, azt gondolom, hogy elég jó körülmények között. És nyilván az is nagyon fontos, hogy ez egy produktív mezőgazdasági vállalkozás legyen, hiszen nemzeti feladat a nóniuszménesnek, a gidráménesnek a megőrzése és általában a magyar lovas kultúrának az erősítése, de minden mögött egy abszolút profi módon megszervezett, nagyon jól működő mezőgazdasági vállalatnak kell lennie. Amikor készültem a beszélgetésre és elolvastam a Birtok történetét, meg az elmúlt 5 évnek a történetét, akkor két szó jutott eszembe, az egyik a hagyományőrzés, a másik az alkalmazkodás. Hagyományőrzés, tehát megőrizni a hagyományokat például a lótenyésztésben, amik több mint 100 esztendőre, vagy nem 200 esztendőre nyúlnak vissza, felújítani azokat az épületeket, amiket egyébként tényleg hagytak lepusztulni az elmúlt évtizedekben, és az alkalmazkodás, hogy a megváltozott körülményekhez, és akkor itt jutunk majd el a földhöz és az öntözéshez, a megváltozott klimatikus körülményekhez való alkalmazkodás, illetőleg a megváltozott piacigényekhez és a megváltozott technológiai feltételekhez, például az informatikához való alkalmazkodás hogyan befolyásolja ma egy modern birtoknak, egy 21. századi birtoknak a kialakítását. Erről érdemes lenne azt gondolom egy kicsit többet szólni, hogy a víz, az öntözés, ugye itt volt valamennyi terület, amit öntöztetek korábban. Mekkora beruházás volt ez, mit tettetek ennek érdekében, miért jó ez, hogy öntözött a birtok és öntözhető, különösen mondjuk egy tavaly aszály figyelembevételével, és a technológia váltás és az informatikai háttérnek a megteremtése, és aztán beszéltünk majd az oktatásról is, az milyen kihívásokat tartogatott. Igen, ez azért nagyon fontos megközelítés, mert önmagában a hagyományból megélni, vagy hagyományra építeni nem lehet. Azért, hogy hagyományt ápoljunk, ahhoz nem kell 10 000 hektár nagyon jó minőségű termőterület. Azt kell tudni, hogy Magyarországon ez az egyetlen olyan birtok, ahol 10 000 hektár egyben van. Vannak birtokosok, vannak nagyvállalatok, amelyek működtetnek, üzemeltetnek, bérelnek több ezer hektáros vagy több tízezer hektáros konglomerátumokat, de azok alapvetően kisebb parcellákból, kisebb birtoktársaságból szerveződnek. Tehát ez egy jó kísérlet arra, hogyha egy nagy területen akarunk valamilyen hatást mérni, akár természetföldrajzi, ökológiai hatást mérni, mezőgazdasági, üzleti hatást mérni, akkor ezen a birtokon ez már egy olyan üzemméret, hogy ez megtehető. De önmagában a hagyományőrzés az nem indokolja ezt, hogy ez a birtok megmaradjon, vagy meglegyen állami vagy közkézen. Az alkalmazkodás, a profitabilitás, az eredményesség már egy másik kérdés, és itt jön az a dilemma is be, hogy vajon lehet-e és egyáltalán lehetséges-e a mezőgazdaságban modernitást vinni, lehet-e a legprogresszívebb ágazatok egyik a mezőgazdaság? Amikor digitalizációra gondolok, akkor nem a mezőgazdaság jut az emberek eszébe általában. Akik most hallgatnak bennünket, biztos, hogy az autóiparra gondolnak, amikor robotizációról van szó, és nem egy természeti telepre. Biztos, hogy nem önvezető traktorok jutnak először az emberek eszébe, vagy robotkormányok, vagy drónok, amelyeket mezőgazdasági célra használnak. Miközben a világ, ahol foglalkoznak komolyan élelmiszer előállítással, bebizonyította azt, hogy ez lehet az egyik legmodernebb, leginnovatívabb és legjobban működő szektor a digitalizációban, de itt a digitalizáció sem olyan, mint a hagyomány és a lovak, hogy egy kirakat, hanem a digitalizációnak is célja van, ez pedig a költségek kézben tartása és csökkentése, ami a fenntarthatósággal van összefüggésben. Ha a Magyarország és a magyar élelmiszeripar csak drágán tud termelni, akkor nem lesz versenyképes sem a hazai, sem a világpiacon, annak semmi értelme és semmi lehetősége nincs a jövőre nézve. Lehetőség és értelem akkor van, hogyha megfelelő költségszint mellett is hatékonyan termelünk. Az első dolog, amit csináltam 2016-17-ben, amikor mezőegyesen elkezdtem foglalkozni, hogy megnéztem a nemzetközi benchmarkokat, hogy mondjuk 100 liter gázolajjal máshol hány hektár
szántást végeznek el, vagy 100 tehénre hány embert alkalmaznak. Tehát próbáltam a legmodernebb amerikai, vagy angol száz, vagy német gazdaságokból benchmarkot emelni, behozni, hogy mi a hatékonysági mutató, mi a költségmutató. És látszott az, hogy Magyarországon a mezőgazdaság még nem elég hatékony, nem elég költségracionális, és fölöslegesen égetünk el üzemanyagot, fölöslegesen pazaroljuk az erőforrásokat. Például az öntözés is, ahol működött, az pazarlóan működött, mert kétszer annyi vizet használtak el fel olyan hatékonysággal és produktivitással, mint az mondjuk Amerikában vagy Nyugat-Európában jellemző. Tehát az alkalmazkodás a piachoz, jó költségent kell tudni előállítani, alkalmazkodás a megváltozott környezeti körülményekhez. Nagyon érdekes dolog, hogy mezőegyesen 1900 óta, tehát a századforduló óta mérik és követik az időjárási változásokat. Minden napról időjárási főjegyzés készül, amiből ma már digitális körülmények között pontosan meg tudjuk azt mondani, hogy éves átlagban, havi átlagban, napi átlagban milyen csapadék, hőmérséklet, páratartalom volt a jellemző, és az elmúlt 20 évben változás mutatja magát, nem is csak önmagában a csapadék mennyiségében, az utolsó 5 évben már a csapadék mennyiségében is. Itt körülbelül 550-560 mm eső esik egy évben, de már korábban, 20 évvel ezelőtt látszott, hogy megváltozott az intenzitása, megváltoztak az esős hónapok, megváltozott az a ciklikusság, ami korábban jellemző volt. Nagyon rövid idő alatt volt, hogy hihetetlen mennyiségű csapadék, vihar, szélsőséges időjárás valósult meg, és egy idő után elkezdett a mennyiség is csökkenni. Valamikor a 80-as években már ez a birtok, még a kommunista időkben elkezdett az öntözéssel foglalkozni, mint az egész magyar mezőgazdaság, aminek az élelmiszeriparhoz alapanyag előállítás volt a célja. Ugye, ha akarsz magyar élelmiszeripart, ami indokolt lenne, hiszen Magyarország önmagán kívül még 10 millió ember tudna ellátni összesen, tehát 20 millió éhes szájnak tudna a magyar gazdaság, mezőgazdaság megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert biztosítani. Ha ezt akarod, akkor ehhez alapanyagra van szükség. Az alapanyagra pedig jó költségszinten kell, hogy szükség kerüljön. Az alapanyag költséghez pedig nyilván volumen kell, minőség kell, amit alapvetően vízzel tudunk előállítani. Tehát víz nélkül nincs mezőgazdaság. És ez megkezdődött a 80-as években, de amikor itt átvettük ennek a birtoknak az irányítását és megpróbáltuk modernizálni, akkor látszott az, hogy pazarló módon a Marosból idehozunk 10 millió köbméter vizet, de csak 2000 hektár tudunk vele megöntözni, és elveszítjük a 10 millió köbméternek 50%-át. Ugye ez nyilván hálózati veszteség hálózati volt, szivárgás és párolgás. Párolgás és a hatékony felhasználás hiánya. Előbb említetted már, hogy mint Széchenyi idejében vettétek a vándorbotot, te és a kollégáid is elmentetek Amerikába, Nagy-Britanniába, Németországba, és megnéztétek, hogy ott, ahol hasonló gondokkal küzdöttek már korábban, ami nem csak a költséghatékonyság, hanem nyilván a fenntarthatóság felé való elmozdulás is jelentette, hogy ott hogy csinálták. Így van. Milyen technológiát alkalmaznak, milyen tudást halmoztak föl, és hogyan lehet ezt alkalmazni Magyarországon, ilyen értelemben hogyan lehet az új helyzethez alkalmazkodni. Így van. No, megtörtént egy nagy beruházás. Mi lett a végeredménye? Most több, az öntözés, és aztán majd beszéljünk a digitalizációról is. Ugye végrehajtottunk egy digitalizációt, végrehajtottunk egy gépesítést, egy robotizációt a tehenészetben, egy gépesítést a növénytermesztésben, és megcsináltuk az öntözés fejlesztést. Tehát amilyen ágazattal foglalkozunk, növénytermesztés, állattenyésztés, tehenészeti üzem, tejtermelés, vagy vetőmagkukorica előállítás, ott mindenhol egy modernizációt hajtottunk végre, kétségtelen nagy befektetéssel, nagy költséggel, de azt céloztuk meg, hogy a legjobb technológiát szerezzük meg, ami létezik a világban, ez legyen idézőjelben magyarosítva, legyen helyben applikálva, és nézzük meg, hogy milyen a hatása. De a beruházást nagyon komoly fölmérő munka előzte meg, például egy talajszerkezeti vizsgálattal vágtuk neki az öntözési beruházásnak, ami azt jelentette, hogy először is arra voltunk kíváncsiak, az igazgatóság és a felügyelőbizottság, itt zárójelet nyitok, sikerült azért 5 évvel ezelőtt megnyerni olyan embereket a magyar agrárszakmából, tudományból és üzleti világból, akik nem politikai alapon, hanem szakmai alapon lettek kiválasztva, és nagyon sok dilemma folyt arról, hogy hogy kell beruházni, mibe kell fektetni, és milyen befektetés legyen. Tehát itt üzleti terv alapján, végig gondolva, végig számolva, nagyon sok mérföldkőn átjutva jutottunk el odáig, hogy beruházunk. Az első vizsgálat például az volt, hogy megnéztük a talajminőségét, hiszen ezt a fajta öntözést, ami kiemeli a folyóvizekből az édesvizet, eljuttatja az adott területre, és fölülről juttatja be, ezt az öntözést azért, elnök úr, jól tudod, sok kritika éri, mondván, hogy túl sok vizet használ el, nem gazdaságos, aránytalan terhet jelent a környezetre, és talajerózióhoz vezet. Az nagyon fontos kutatás és vizsgálat volt, hogy 8800 hektárnyi termőterületet talajszkennerrel átnéztünk, vettünk talajmintát, folyamatosan monitoroztuk, és kiderült, hogy a talajeróziónak itt nem volt akkora hatása, mint sokan gondolták, tehát 40 évre visszamenőleg a talaj érdemben nem változott. Tehát a 40 éves
öntözés, csepegtetés, fölülről esőztetés nem mosta ki a talajnak az ásványanyag tartalmát, érdemben nem változtatta tehát meg. Tehát sem a vastagsága, tehát a talajnak a... Nem csökkent a humusztartalom. Mennyisége, sem pedig a minősége nem érdemben változott. Érdemben nem, érdemben nem. Ez mindenképpen jó hír. Ez jó hír azok számára, akiknek fenntartásaik vannak, és ugye folyik az Európai Unióban egy vita arról, hogy ez a fajta öntözés, ez elfogadható, támogatható, vagy fenntartható, vagy zöld szempontoknak megfelele. Magyarország lefolytatott egy nagyon nagy küzdelmet és nagy vitát, hogy ezt a fajta öntözést behelyezze az újjáépítési alapba, de az Európai Bizottság nem fogadta el, mert elvi fenntartása van ezzel a fajta öntözéssel szemben, miközben Magyarország több édesvizet bocsát ki, mint amennyit befogad, tehát nekünk bőven volna lehetőségünk erre. Először megnéztük a talajt, utána megnéztük, hogy melyik az a technológia, amely a legoptimálisabban tudja a vizet felhasználni, legkisebb veszteséggel tudjuk kijuttatni a vizet. Tehát abszolút tekintettel voltunk a környezetvédelmi szempontokra, a hatékonysági szempontokon keresztül. Kímélni akartuk a talajt, kímélni akartuk a édesvízi vízforrásokat, konkrétan a marost, és azt értük el, hogy fölment, ugye 8800 hektár a szántó, most 6000 hektárt tudunk öntözni, 5500 hektárra megvan a komplett technológia, 81 gépet vásároltunk, és a 10 millió köbméter helyett 7-8 millió köbméterrel ugyanazt az eredményt érjük el. Nagyobb felületen, tehát kétszer akkor a fel. Tehát kevesebb vízzel. Igen, 60%-nyi vízzel, 200%-os teljesítmény. Kétszer akkora felületet tudtok öntözni. Most nyilván a hallgatókban, nézőkben joggal merül fel a kérdés, oké, de hát ez mennyibe került? És ki finanszírozta ezt? Ugye jól tudom, az állam... Igen, az állam volt a tulajdonos akkor, így van. Finanszírozta, mint tulajdonos, és jól tudom, hogy ez olyan 10 milliárd volt az öntözőrendszernek. Igen, több mint 10 milliárd volt, 10 milliárd forintot adott az állam, és másfél milliárdot tett bele a cég az eddigi eredményekből. De nem úgy mentünk oda a miniszterelnökhöz vagy a pénzügyminisztériumhoz, hogy ne esett volna át az egész egy nagyon erős megtérülés haszonelemzés számításon. A mi mondásunk az volt, hogy ha nincs 8 éves megtérülés, akkor bele se kezdünk. Én azt ígértem a pénzügyminisztériumnak, hogy 5 év alatt megtérül a beruházás, tehát az adófizetők pénzét érdemes ide befektetni. Ha az az időjárás, ami tavaly volt, megismétlődik a belátható időn belül még egyszer-kétszer, akkor 3-4 év lesz a megtérülés. Csak hogy kronológikusan is rendbe tegyük, tavaly nagy aszály volt itt is. Ha nem öntöztetek volna, ugyanúgy nézett volna ki semmi nem termett a terület, mint azokon a részeken, ahol nem öntöztek, tehát még rosszabb lett volna. Kiégett kukorica, kiégett napraforgó, volt olyan gazda, aki egy dekát nem tudott betakarítani, és ugye tavaly bekövetkezett az, hogy a talaj felső, legalábbis az ország bizonyos részén, ezen a részen különösen, a keleti ország részén, a Duna-Tisza közén különösen, a talaj felső 60-80 cm-éből teljes egészében eltűnt. Ez itt is így a víz. Volt. És nyilván nálatok is így lett volna, de az öntözés megmentett benneteket. Igen. Ezt gondolom, hogy extra profitot eredményezett, hiszen megdrágultak a termények. Bizonyos őszi vetéseknél megtérült az akkori öntözés, a tavaszi vetéseknél is volt hatása és eredménye, és miután a vetőmag kukoricát jól tudtuk értékesíteni, és az őszi vetés és az őszi betakarítás jól sikerült, átlagon fölüli volt, és jókor adtunk el, tehát több dolog együtt és egybeesése volt, ezért valóban extra profitot tudtunk és extra eredményt tudtunk a száraz év ellenére elérni. Itt még egy dolgot teszek hozzá, hogy Magyarországon nem csak a Kárpát-medence időjárási viszonyait és földrajzi viszonyait kell újra földolgozni szerintem, és földtani viszonyait, elsősorban a termőföldet kellene értékelni, hanem vannak lokális időjárási körülmények, nem csak hogy szárazság volt tavaly Magyarországon, hanem ez a térség elképesztő mértékben még inkább veszélyeztetve volt, mert ugye itt van két folyó, a Maros és a Tisza a közelben, ráadásul Aradi nagyon közel van, megjelennek az aradi hegyek, és az elmúlt időszakban az általános szél mennyisége is megnőtt, és a szél irány és a széljárási viszonyok is megváltoztak. Ez együttesen, egyelőre még nem teljesen világos, hogy miért és hogyan, de együttesen olyan változásokat indukált, aminek a hatására radikálisan leesett a csapadék például itt ebben a térségben, megnőtt a szárazság, és nem is a talajmenti szárazság, hanem a levegő szárazság, tehát légaszály. Légköri aszály ütötte fel a fejét. Nem teljesen, még egyszer mondom, hogy itt mások a időjárási viszonyok, hiszen az aradi hegyek már nagyon közel vannak, két folyó is van, és miközben máshol esett az eső, sokszor itt egyáltalán nem esett. De a Duna-Tisza például ugyanez volt. Tehát ott, ahol még az aradi hegyek még nem érvényesülnek, gyakorlatilag ott is a szokásos éves csapadék mennyiségnek a fele. Ugye te mondtad, hogy 550 mm szokott lenni. És 250 esett augusztusban. 250 esett itt, és ugyanez volt a helyzet a Duna-Tisza közén. És még valami, ami szerintem befolyásolja az időjárás viszonyokat, az, hogy a szélirány is változott, illetve hogy az Afrikából induló időjárási hullámok bejutnak a kontinensre és eljutnak Magyarországig. Tehát délről jönnek olyan meleg hullámok, légaszályok nyáron,
az agrárium szempontjából fontos hónapokban, ez kivégzi a magyar mezőgazdaságnak azt a részét, ami vízigényes. Az lehetséges, hogy búzát, árpát, tehát őszivetést lehet termeszteni, amit június végén learadt az ember, de hogy kukoricát, ami az élelmiszeriparnak az egyik legfontosabb alapanyaga, nem lehet Magyarországon öntözés nélkül hosszú távon elképzelni, és akkor nem beszéltünk szójáról és minden másról, abban egészen biztos vagyok. Igen, és ugye ráadásul nem csak légköri asszály van, tehát a gazdászoknak új fogalmakkal kellett megismerkedniük, hanem a téli asszály, az én gyerekkoromban elképzelhetetlen volt, hogy télen már arról beszéljenek január, februárban, hogy nincsen elég téli csapadék, és már akkor, poros utak voltak január, már akkor asszályos évről beszéltek, és ez három egymás után követő év volt, az idei, hál' Istennek ezt valamelyest igen, de a tendencia nem jó, és az idei év a mi esetünkben annyit jelent, hogy az 100 éves átlagnak megfelelő, májusi hónap egy kicsit a 100 éves átlag fölötti, de összcsapadék mennyiségben az átlagos évet hozzuk 2023-ban, miközben azt gondolja a társadalom, és azt hallod a hírekben, hogy mennyi, milyen sok eső esik, a korábbi évtizedekhez képest ez egy átlagos év. Nem, ezt én is így érzékeltem, hogy az előző évekhez képest volt most sok csapadék májusban vagy áprilisban, de mondjuk a gyerekkorom, vagy a fiatal felnőtt korom éveihez képest egyáltalán nem. Azt mondtad, hogy 5 év alatt megtérül. Ha ilyen asszályos évek vannak, és magasabb a nyereség, akkor akár még hamarabb is. Mi történik a nyereséggel? Az első kérdés az, hogy mit érdemes öntözni. Ezt is jól meg kell fontolni, és jól ki kell számolni. Magyarország alkalmas lehetne, ahogy említetted, élelmiszeripari hub legyen Európában, egy élelmiszeripari központ legyen. Ehhez mindenféleképpen jó minőségű alapanyag előállítás kell, jó költségszinten, ehhez kell az öntözés. Ez volt a korábbi agrár cél már az 1800-as évek végén, két világháború között is, az 1970-es, 80-as években is, ezért ez utóbbi időszakban 500 000 hektárt öntöztek. Most Magyarországon a legutóbbi évben 70-80 ezer hektár volt öntözve, tehát látszik, hogy itt van egy nagy hiátus. Igen, de itt a szakemberek azt mondják, hogy a 400, maximum 500 ezer hektárnál gazdaságosabban, vagy gazdaságosan, ennél nagyobb területet nem is fogunk tudni egyébként öntözni. Ezért nem mindegy, hogy mit öntözünk, mert azt kell öntözni, amiben a megtérülés, a világpiaci ár, a felhasználás, az állattenyésztés, élelmiszeripar, ez mind egy láncolatba szerveződik. Ezt nagyon meg kell fontolni. Tehát az egy jó mondás, hogy öntözésre kell pénzt költeni, és öntözési fejlesztéseket kell végrehajtani Magyarországon, de ha ez nincs egy láncban végiggondolva, és nincs a végtermék végiggondolva, hogy hova fog kerülni a termény, mennyiért lehet értékesíteni, lesz-e állattenyésztésből származó alapanyag, hús, tej, azt földolgozzuk-e, kikerül-e a magyar alapanyag a magyar polcra, ha ez nincs koncepciósan végiggondolva, akkor tűhet fölösleges és luxus beruházásnak is, mert még egyszer mondom, hogy ősztől tavaszig a magyar gazda tud termelni, akkor érdemes megnövelni a búzának a termés átlagát 6 tonnáról 10 tonnára az öntözés segítségével, vagy a kukoricáját megnyomni 10 fölé, 12-14-re, hogyha ez meg is térül majd a számokban. Ehhez azonban nem csak termelni kell tudni, hanem kell tudni élelmiszert előállítani, és az árakban ennek a mennyiségi növekedésnek és az öntözés költségeinek meg kell jelennie. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz a nyerességgel. Itt ugye egy olyan konstrukciót hoztunk létre, amit bár az ellenzék, mint alapítvány struktúrát sokat támad, de a lényeg az, hogy a 8800 hektár profitjából, ami adózás után a 22-es év után 1,5 milliárd forint, tehát nem kevés pénzről beszélünk, utána finanszírozzuk a lovakat, és finanszírozzuk az oktatást, és finanszírozzuk a szociális feladatokat, és a mintaüzemi fejlesztést. Tehát a nyereségből, az extra profitábilis vállalkozásból, illetve abból, hogy valóban itt azért ki van csavarva és ki van sajtóval minden forint, tehát elég jó menedzsment van a cégnél, aki képes arra, hogy a profitot optimalizálja és maximalizálja. Ezt a pénzt nem veszük ki osztalékként, nem kell visszafizetnünk a költségvetésbe, nem megy az alapítványba, senki nem lopja el és nem viszi haza. Minden fillér visszaforgatásra kerül azokba a szektorokba, ami itt társadalmi fölzárkóztatás, emberek számára munkahely, 500 embert foglalkoztatunk, iskola, illetve lovak. Ugye itt ennek akkor három ága van. Igen. Az egyik maga a gazdasági tevékenységnek a finanszírozása a következő esztendőben. A másik a jövő szakembereinek a képzése, igen, akik itt, mint mintagazdaságban elsajátíthatják a legmodernebb technikáknak, technológiáknak a használatát. Igen. És a mintagazdaság lehetőséget biztosít azoknak, akik már gazdák, már régóta gazdálkodnak, de ők is szeretnék modernizálni a gazdaságukat, hogy idejöjjenek és megnézzék, hogy hogyan lehetne ezt az ő
birtokméretükhöz adaptálva, hogyan lehet ezt megvalósítani? És mind a három és mind a három sikeres feladatellátásnak a föltétele az, hogy víz legyen és öntözés legyen, mert a profit az alapvetően a hibrid kukorica, azaz a vetőmag kukorica termesztésből jön, vagy az extra minőségű és az extra mennyiségű termés átlagból. Ugye miközben Magyarországon 6 tonna már jónak számít búzában, mi 8 tonnát vagy 10 tonnát is tudunk, és kukoricában is az országos átlag fölött vagyunk 30%-kal. A legrosszabb években is a mezőegyesi ménesbirtok az utóbbi 5 évben tudott 30-40%-kal többet, mint az országos átlag. Tehát a vízből és az öntözésből jön az a profit, ami erre a három célra hasznosul. A mintagazdasági funkciót én azért tartom nagyon fontosnak, mert ez egy állami feladat. Az állam engedheti meg azt magának, hogy 10 milliárdot kockáztat. Képzeld el, hogy hány olyan vállalkozás van Magyarországon, aki 10 milliárd forintot tud kockáztatni. Nem sok. De ha ezt az állam megengedi magának, akkor az összes adatot, információt, költséget, hasznot, eredményt, műszaki adatot hozzáférhetővé kell tenni. Az igazság az, hogy mi megvásároltuk a kormány elvárása alapján, Orbán Viktor nekem azt mondta, hogy a Mercedes-t vegyük akkor, megvásároltuk a világ legjobb öntözési technológiáját. Aki ma ide jön Magyarországra, Európa vagy Magyarország bármely pontjáról, az látja itt mezőegyesen, hogy ez az öntözés technológia a 2020-as években mit tud. Ennek is van még egy továbbfejlesztési lehetősége, amit ma alkalmad volt megnézni. Van olyan része ennek, ami már egy területen, egy 100 hektáron belül akár négyzetméterre próbál adaptálni időjárási adatokat és talajtani adatokat, földolgozza az adott területnek az összes ismertetőjelét, minőségét, és osztályozza a víz mennyiséget és a víz minőséget is, hogy mit hova juttat ki. Tehát hihetetlen távlatok vannak ebben, de ehhez technológia kell, és meg kell venni, meg kell hozni az országba a legjobb technológiát, és meg kell mutatni az embereknek, hogy ez nem ördögtől való, nem lehetetlen, megtérül, érdemes belefektetni. Jó, tehát a tevékenységeteknek, ha jól értem, most már 5 év után lehet azt látni, hogy van edukációs, ugye ezt igen, szokták igen, mondani, igen, oktatási haszna, igen, az jövő szakembereinek a képzése, gazdasági, közvetlen igen, gazdasági haszna, gazdaságfejlesztési, igen, ha úgy teszik, az adaptációt, az alkalmazkodást segítő haszna is. Igen, civilizációs. És akkor ide jön valaki. Igen. Gazda vagyok, de nekem nincs 10 000 hektárom, 300 hektárom van csak. Azon is szépen lehet gazdálkodni. Tud-e itt olyan információt kapni, hogy hogyan tudja ő, tetszik neki ez a technológia, ő is szeretné megcsinálni, ő is szeretné ilyen eredményeket elérni. Kap-e itt olyan információt, hogy igen, az ő 300 hektáros birtokára hogyan lehetne ugyanazt a technológiát, vagy esetleg egy másik technológiát hogyan lehetne meghonosítani, mibe kerül ez, mi a megtérülés ideje, tehát ilyen típusú segítséget tudtok adni a gazdáknak? Igen, ugye mi azon gondolkodunk, hogy open book van, tehát nyitott könyvvel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mindenki számára hozzáférhető az összes adat. Az a technológia, amit megveszünk, beszéljünk például a tehenészet robot technológiájáról, ami a legmodernebb tehenészeti üzem Magyarországon és Európában, lényegében emberi kéz nélkül történik a fejés, emberi kéz beavatkozása nélkül, és optimalizáljuk a költséget, és jelentősen növeljük a minőséget, illetve magának a tej előállításnak a folyamatát, kontrollat és visszakövetési mechanizmus alapján tartjuk. Ezt nem csak 1000 darab tehénre lehet alkalmazni, hanem 30-40 darabra is, hiszen a gyártó az forgalmaz kisebb egységeket. Ezt az öntözési berendezést, amire kérdeztél, nem csak 5000 hektárra, hanem 300 hektárra, 100 hektárra, sőt 50 hektáros parcellára is lehet telepíteni. És a számok önmagukért beszélnek, ami itt működik szám, az működni fog kisebbe, vagy adott esetben nagyobbba is. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan hely Magyarországon, egy bemutató terem, egy bemutató hely, ahol egy gazda, akiknek egyébként is szokása, hogy jól megszámolja a pénzt, az végignézi, megszámolja, végiggondolja a munkatársaival, kollégáival, tanácsadóival, könyvelőjével, pályázatírójával megnézi, és az adatok és a tudás birtokában dönti el, hogy investál vagy nem investál. Ez lehet az a közfeladat, az a mintagazdasági közfeladat, ami társadalmi haszonnal vagy társadalmi gyümölcsel jár. Ugyanez a gépesítésnél. A legmodernebb gépeket alkalmazzuk, ezek nagyon drága technológiák, drón technológiát használunk, ahogy említettem, talajszkennerekkel dolgozunk, olyan talajföldolgozás és olyan adathalmaz képződik, amiből egy területen belül nem egyformán juttatjuk ki a vetőmagot is, nem egy folyamatosságra tesszük a talaj minőségétől függően, vagy a műtrágyát nem olyan mennyiségbe szórjuk ki a talaj két pontján, hanem attól függően, hogy milyen minőségű a talaj. Meggondolom az öntözővizet sem. Az öntözővizet se így van. Ezek a technológiák nagyon drága technológiák, ma Magyarországon még nehezen hozzáférhetőek, nehezen megfizethetőek. Egyrészt az elterjesztésük is egy missziót, hogy ezt megéri csinálni, mert a költségben megtérül.
másrésztről pedig, hogy ez hozzáférhető, megvehető és alkalmazható kicsiben és nagyban is. A magyar mezőgazdaság versenyképességét az európai verseny, az Ukrajnából jövő versenyszituáció, a saját hatékonyság növelés kényszere fogja befolyásolni. Ha nem tudnak a magyar gazdák produktívan, hatékonyan, költséggazdálkodva még jobb minőséget elérni, még jobb mennyiséget és még jobb költséggel termelni, akkor nehéz lesz. Nem az a kérdés, hogy mennyit állít elő, az a kérdés, hogy milyen költséggel állítja elő. Igen, és utána mennyi lesz a haszna, és hogyan tudja ezt fenntartani. Így van. Ez egy nagyon összetett társadalmi kérdés, amivel foglalkozni kell, ha a kormánynak az a célja, vagy a mi politikai közösségünknek az a célja, hogy Magyarország önellátó legyen élelmiszerrel, sőt, újra élelmiszeripari nagyhatalom legyünk, akkor alulról kell kezdeni az építkezést, és ezeket a folyamatokat érdemben végig kell gondolni. Ráadásul úgy gondolom, hogy egy mikroklíma is fog születni itt az öntözés hatására, aminek az ökológiai hatását, a biotópra való hatását szintén érdemes majd vizsgálni, és ez is egy mintaterület ilyen szempontból, hiszen a növényzetre, a talajra gyakorolt hatást lehet majd mérni. Igen, ugye, és van még egy, amit említettél, de az csak egy fél mondat volt, de mindenképpen visszakanyarodnék, ami a nyerességességet javíthatja. Ugye ti vetőmag termesztésére álltatok át, ami azt jelenti, hogy egy sokkal értékesebb terményt állíthatok elő, mint hogyha ezt takarmánynak értékesítenétek. Igen. Tehát ugyanazon a területen nem mindegy, hogy 10 tonna kukoricámból, amit ott megtermelek, abból takarmány lesz. Így van. Vagy vetőmag, így amit van. Hányszoros, 8-szoros, 10-szeres áron, 8-10-szeres áron tudom eladni. Igen. És nyilván nem csak a kukoricának a vetőmagja, nem csak a búzának a vetőmagja, hanem nagyon sok olyan termény van, igen, a lucernától kezdve a krumplin át. Tehát a vetőmag termesztés, azt gondoltam én a korábbi beszélgetéseink alapján, és gondolom most is, hogy egy komoly kitörési lehetőséget jelent nagyon sok gazdaság számára, jól gondolom? Mindig azt is jelentett. Ami az egészségügyben, vagy az orvostudományban az agysebészet, az a mezőgazdaságban a vetőmagtermesztés. Így volt ez a 19. században és a 20. században is. Magyarország ezen a pályán mindig erős volt, mindig próbálkozott és mindig erős volt. A legjobb gazdák és a legjobb gazdaságok mindig vetőmagot termesztettek. Az volt a legprofitábilisabb. És ma is így van, a legtöbb eredményt, a legtöbb gazdasági hasznot és a legtöbb tudást egyébként ezzel a munkával lehet megszerezni, a legnagyobb investíciót is ez igényli. Ha takarmány kukoricát állít elő az ember, azzal is lehet pár százezer forintot keresni, hogyha vetőmagot állít elő, akkor azzal lehet 1 millió forintot keresni, ha pedig végterméket állít elő, tehát földolgozza a terméket, amit mi mezőegyesen csinálunk, hiszen van egy vetőmag üzemünk is, mi tulajdonképpen földcímkézett, márkázott terméket bocsátunk ki, amit átadunk a márkatulajdonosnak, és a mi értékesítési árunkhoz képest ő még keres rajta. Mi eladjuk 40 euróért azt a csomagot, és ő eladja 200 euróért. Most ezt a gondolatot szerintem most, ha tovább viszük, akkor ebből egy újabb, de nem a fenntarthatóságról szóló... Igen, egy politikai diszkuszió lesz belőle. ...podcast keletkezne. Viszont én egyel hátrébb lépnék, mert eljutottunk az eladásig. Igen ám, de beszéltünk arról, te is említetted, hogy megváltoztak a klimatikus viszonyok, akárcsak itt az elmúlt 20 évben. Az alkalmazkodásnak a feltétele, és ugye erre van kutatóintézet Magyarországon, nem is egy, ugye Szegeden van egy, és Martonvásáron még egy, ahol azt vizsgálják, hogy a megváltozott körülményekhez hogyan lehet alkalmazkodóbb, szárazságtűrőbb, de ugyanolyan termés eredményt produkáló búzát, kukoricát, tehát ilyen fajta vetőmagot előállítani. Ezek hosszú 15-20 éves kísérletek, igen, tehát nem egyik évről a másikra születnek meg ezek az eredmények, de biztos vagyok benne, hogy a történetet az elejénél kell kezdenünk, tehát nekünk szükségünk lesz részben azért, mert a Kárpát-medence klímája változik, részben azért, mert a piaci igények ebbe az irányba mozdulnak el, szárazságtűrőbb vetőmagokra, és ezt a szárazságtűrőbb vetőmagot, hogyha a kutatóintézetek már kinemesítették, akkor utána ti ezt nyilván meg tudjátok, el tudjátok vetni, tudjátok termeszteni, és egy piacképesebb, még értékesebb produktumot tudtok előállítani. Jól gondolod, elnök úr, és ez az előző gondolatnak annyiban folytatása, hogy azért arra is tudni kell válaszolni, nem is olyan soká, hogy a magyar mezőgazdaság milyen legyen 10 vagy 20 év múlva. Ha Ukrajna Európai Uniós tag lesz, és ráadásul az amerikai termékek megjelennek az EU piacán, ilyen-olyan politikai és gazdasági változások miatt, akkor Magyarországnak végig kell gondolni, hogy melyik az a szegmens, amiben még versenyképes tud maradni. Biztos nem a tömegtermék. Biztos, hogy prémium kategóriás terméket kell csinálni, vagy valami olyan terméket, aminek sokkal nagyobb a hozzáadott értéke. Ebben a vetőmag van első helyen. És itt valóban a jó hír az az, hogy a vetőmag nemesítés képes reagálni az időjárási változásokra. Léteznek olyan növényfajok, amelyek a szárazság
tűrésére, ennek a szárazságtűrés meghosszabbítására és megerősítésére van biológiai lehetőség. A magyar kutatók kiválóak, a magyar kutatások eredményesek, a magyar búzafajtákat szívesen használják a magyar gazdák, mert az elmúlt évtizedek nemesítésének megvolt az eredménye. Ha ezen az úton tovább haladunk, és mondjuk például lesz magyar márkás termék, akkor például ez a birtok itt Mezőegyesen, és más birtokok még Magyarországon képesek ellátni Magyarországot kukoricavetőmaggal, és nem kell a multikra szorulnunk, és nem kell külső importra szorulnunk, önellátási képességünk erősödik, sőt, Közép-Európában egy új magyar multi tudnánk ezzel létrehozni. Tehát ebben van üzleti fantázia, van kényszerű önellátás, másrészt pedig, ami szerintem nagyon fontos, van megoldás, hiszen ezek a klimatikus változások ma lereagálhatóak a vetőmag nemesítésben és a növénykutatásokban. Ez azt is jelenti, visszakanyarodva az előző gondolatmenetethez mégiscsak, hogy akkor az a profit, ami ma néhány nagy nemzetközi multicégnél jelenik meg, az itthon maradna. Itthon lehetne tartani. Nem esélytelen. Magyarország vetőmag nagyhatalom lehetne, mint ahogy most is nagyon erős, csak most másoknak termelünk vetőmagot, illetve mások adják el azt a vetőmagot, amit mi megtermesztünk. Nem volna lehetetlen ezen a piacon szétnézni, és megfontolni, hogy mit lehet tenni. Én soha nem hiszek abban, hogy ezek a nagy ellátási láncok örökre le vannak osztva. A világ változik pont most, és ebben a változásban mindig van magyar mozgást értenéntem. Még egy dolog a beszélgetésünk, meg ahogy bemutattad a birtokot során, önkéntelenül adódott a kérdés, hogy oké, hoztatok technológiát, amerikai Igen. technológiát, hoztatok német technológiát, de akármerre járok az országban, hogyha ilyen nyugati technológia alkalmazására kerül sor, mindig azt látom, hogy valamiféle kis magyaros lelemény még, egy kis plusz tudás, mindig hozzá kerül, valahogy még a szakemberek még mindig kiegészítik, pontosítják, hogy volt-e itt is erre példa, hogy azt a tudást, azt a technológiát az itt megszerzett, a működés során megszerzett tapasztalatokkal, a ti tudásotokkal, újításaitokkal még jobbá tudtátok tenni. Erre mindig szükség is van, és ez a magyar gazdaság számára egy mindig egy nagy lehetőség. Amikor a magyar vasútfejlesztés a csúcson járt a 19. században vagy a 20. században, az azt jelentette, hogy megvásároltak külföldi technológiát, és utána azt honosították, továbbfejlesztették, vagy éppenséggel implementálták. Mindig volt magyarosítás ilyen szempontból, de egy másik példát mondok, a győri rába. A győri rábának egy része is Amerikából jött, mint a bábolnai integrált kukoricatermesztési rendszer is egy részben amerikai technológia, magyarra fordítása. Mindig volt magyar hozzáadott érték. Itt is az történt a tehenészetben is, ami egy dán-amerikai technológia, itt is az történt a gépekkel és a drónokkal is, ami szintén nyugati technológia, és itt is az történt a vetőmagüzemben is, és az öntözésnél is, hogy amit megvettünk technológiát, azt a helyre kell szabni, azt ide kell szabni erre a földre, ezekhez az emberekhez, ezekhez a termelési körülményekhez. Szerencsére mezőgazdasági termelés tekintetében nagyon erős hagyomány van Mezőegyesen, generációról generációra. Hát 1784 óta az az ember, aki itt él Mezőegyesen, mindig ezzel foglalkozott. Egyrésztől kiváló a hozzáértésük, jó az alkalmazkodó képességük, és tudják implementálni a dolgokat, részben befogadni a technológiát, részben pedig följavítani. Igenis, az amerikai technológiában is a kollégáim tudtak hozzátenni olyat, olyan méréseket, olyan irányokat, olyan adatelemzéseket, amelyek az öntözési rendszernek a hatékonyságát sokat javították. Még tovább javították. Igen, a 81 gépnek például az, hogy a 81 gép egymás után melyik táblán hogy öntözzön, arra folyik egy szoftverfejlesztés a mi kollégáink által, akik kifejlesztenek most egy olyan szoftvert, ami ennek a rendszernek a hatékonyabbá tételét jelenti, az amerikaiak és a szállító elképedésére. Ez a képesség és ez a tudás itt is megvan. És akkor a végén még az amerikaiak visszavásárolják, vagy megvásárolják hát ezt a tudást. Remélem, hogy sok pénzt fogunk rajta keresni, de mondok neked valamit, hogy nagyon kezdeményező módon kell föllépni. A kukorica termesztéshez és a vetőmag kukoricához speciális géppark kell. Van egy francia gépszállító is, aki a címerezést, talán ismert, hogy címerező táborban sokan jártak az ismerőseink közül, és mi is megfordultunk ott talán. Ez kézi munkaerőre alapozott dolog volt. Ezt próbálták a világban gépesíteni, hiszen nagyon nehéz ma már diákokat találni címerezési célra, bár jó szórakozás és jó buli, de nem szívesen jönnek, ezért gépesíteni kellett, és egy francia cég szállít a világon egyedül ilyen típusú gépeket,
és nyitottak voltak arra, hogy a kollégáink elmagyarázták nekik, hogy ezen a kukoricatáblán, itt a Magyar Alföldön, Mezőegyesen milyen specialitásra van szükség, és közösen találták ki a gépen azt a módosítást, amire ide speciálisan szükség volt. Tehát nem szabad, a magyar kis hitűség a legrosszabb átok, ami bennünket sújt, mert kezdeményezően kell föllépni mindenkivel szemben, és igenis van magyar hozzáadott érték, és lehet, főleg a mezőgazdaságban. Ez az alföldi emberfajta, embertípus ehhez ért, ez van a génjeiben, ez tudja, legyen szó tehénről, lóról vagy növénytermesztésről, ebben a legjobb, és ezt kell egy kicsit szerintem fejleszteni. Ha az a kormányzatnak, vagy a társadalomnak, vagy akár a mi politikai közösségünknek a célja, hogy a vidéki életforma, a gazdálkodás, az élelmiszertermesztés, termelés az egy prioritás legyen, fontos dolog legyen, akkor ez nem lehet egy elmaradott dolog, tehát a haza és haladás ügyének ezen a területen is egyszerre kell érvényesülnie. Tehát nem csak hagyomány kell, hanem alkalmazkodás és modernizáció. Ez jó végszó, de azért egy mondatot hadd tegyek hozzá. Igen. Hogy erre van fogadókészség a fiatalok körében. Azt mi sem bizonyítja jobban, mint amit mondtál nekem, igen, hogy a szakközépiskolátokban háromszoros a túljelentkezés. Ez így van. Tehát a fiatalokban van érdeklődés, ha megfelelő színvonalú 21. századi a képzés, és aztán a munkafeltételek is 21. századiak, akkor van utánpótlás. Itt azoknak a felelőssége óriási, akik foglalkoznak képzéssel, oktatással, lehetőségteremtéssel és munkaadók. Az egy rossz megközelítés, hogy a fiatalokra haragszunk azért, mert azt a fajta munkafolyamatot, amit a szülők vagy nagyszülők végeztek, már nem akarják, vagy nem úgy akarják végezni. Nekünk kell tudomásul venni, hogy az ajánlatot újra kell csomagolni, föl kell erősíteni, vagy más formában kell ajánlatot tenni. Ha azt mondom egy fiatalnak, hogy egy 200 milliós gépbe üljön be, ami totálisan automatizált, robotkormányos, és egy iPad-del kell egész nap dolgozni, vagy egy olyan tehénfejű robot mellett kell dolgozni, ami a legmodernebb technológia a világon, az teljesen más, mint amilyen ajánlatot tudott adni a mezőgazdaság 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Tehát nekünk munkaadóknak, vagy tulajdonosoknak, vagy az államnak is tudomásul kell venni azt, hogy a fiatalok valami mást keresnek, ami izgalmasabb, érdekesebb, az ő életkoruknak megfelelő, vagy az ő elképzeléseikhez közelebb áll, és ha ehhez tudjuk igazítani az ajánlatot, akkor szívesen jönnek ide. Tehát az a megközelítés, hogy a mezőgazdaság már nem fontos, ez a világ lejárt, nem lényeges, szerintem teljesen újraértékelődik. Az egészséges élelmiszerhez akkora társadalmi érdek fűződik már ma is, és fog a jövőben is fűződni, ami az egész mezőgazdaság számára egy új lehetőséget biztosít, ez pedig, ha jól van csomagolva és jól van föltállalva, akkor a fiatalok számára potenciális lehetőség. Ez volt a második végszó. Igen. Bár a témát lehet, hogy folytathatnánk, de a szokásos podcastos időt már így is túlléptük, úgyhogy én megköszönöm Lázár Jánosnak a mai beszélgetést, megköszönöm azt, hogy nagyon sok hasznos információval gyarapította mindannyiunknak a tudását. Remélem sokaknak az érdeklődését fölkeltette, gazdáknak is, hogy ide jöjjenek, megnézzék, hogy ez hogyan működik, mit lehetett 5 év alatt megépíteni, elérni, és fiataloknak is, hogy igen, számukra is van jövő, a jövő mezőgazdasága számukra is ad lehetőséget a kibontakozásra. Köszönöm még egyszer, hogy lehetőséget adtál, hogy itt Mezőhegyesen beszélgessünk. Én köszönöm, hogy eljöttél, és meglátogattál bennünket, és a vendégünk voltál, és köszönöm a már lassan 20 éves közös munka lehetőségét is neked. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm még egyszer a hallgatóknak és a nézőknek a figyelmet. Viszontlátásra!